és itt vagyok az egykori országút megálló helyen. Valahol itt volt a peron, és itt volt egy őrház is valahol, szerintem pont ott van valahol, ahol a, most a vénsorompónak a kapcsoló szekrénye van. Ja, a lényeg, hogy 1974-ben szűnt meg, mert ugye akkor lett kiépítve a fénysorompó, és akkor szűnt meg itt a sorompó kezelői őrhely. Egyébként 1965-ig volt itt egy lakodóvágány is. És 1974-ben már csak táblások álló helyként üzemelt, utána szűnt meg. És hát látjátok, itt is van már egy-két felső vezetéktartó oszlop téve is. Hát szerintem valahol itt volt az őrház. És ennek a megállóhelynek van még egy logikus története is, hogy valamikor a 70-es években itt volt egy buszbaleset, amikor azt mondja, akkor már megvolt a fénysorompó, és annak a tilos jelzése ellenére a sinekre hajtott egy jelekfelől Lökös háza felé tartó busz, és között a vonattal is, hogy többen meg is haltak. De ennek majd utána fogok nézni részletesebben, és majd rakok be ide. És esetleg anyagot róla, majd utól feliratozom, hogy pontosan mikor volt, meg hogyan volt. Ezt nézzétek, itt van a felső vezetéktartó oszlopok, ezek mind beépítésre vártak, és itt még ugye az új vágányt nem kezdték el csinálni. Látjátok, hogy a 1077-es szelvény, és itt van a leendő második vágány. Ugye itt ezen a vonalon 1930-as évekig két vágányú szakasz volt, mert ha a Tiszavidéki vasút kiépítette Szajótól addig a vonalat, akkor végig két vágányúsnak tervezték, és úgy is épült meg a töltés mindenhol, hogy igen, viszont egy vágányúnak épült meg. De olyan 1900-as évek elején már Békés Csabától addig a második vágányt kiépítették, Szajótól Békés Csabáig nem. De a Trianon után, amikor ugye ott Kürtös és Lökös háza között az országhatár elvágta a vonalat, akkor a 30-as években mindkét oldalról felbontották a második vágányt. Ugye a lecsökkent forgalom miatt meg szükség volt a sínekre máshol. És azóta se épült vissza, viszont most a felújításnál fog kiépülni Békés Csaba és Lökös háza között ismét a második vágány. A román oldalon pedig a román fél már az országhatári Kürtöstől visszaépítette, és onnan valamint ott is felújítások lesznek a vonalon. Mert időközben olyan 2015-ig bezárólag kiépült a második vágány végig Békés Csabáig. Vagyis hát pontosabban Békés Csabáig így már egészen Gyomától megvolt a második vágány korábban, és csak nem volt használatban. És egy újabb felhagyott megálló, Lökösháza határában, ez Bánhidi Major. És látjátok, itt azért már elég előre haladott állapotban van az építkezés, már lerakták az új pörgetett vasbetonoszlopokat. Ugye nyilván a második vágány helye. És a peron az a másik oldalt volt, valahol itt. Volt itt egy őrhely is, az meg szerintem itt lehetett valahol ezen a részen. Azért van egy pár kábel is így mindenfelé, hát ezt nem tudom, hogy ezt most tették ide, vagy majd ez a leendő köfi lesz. És hát fénysorompós átjáró. Látjátok, itt gondolom régebben itt is volt sorompó. Vagy lehet, hogy itt volt az őrhely. Azt tudom, hogy azért bontották el az őrhelyet, hogy a rálátási háromszög meg legyen. És valahol itt volt a peron, ezen a részen. Hát abból már sok maradt. És arra fele van a Lökös háza. És erre fele pedig nyílt egy háza. És ezt nézzük, hogy már Lökös háza állomáson. Még a régi, azért ne vonj fel a többi félfelirat. És itt van az utcafronti része a vasútállomásnak. Mert itt még az átépítés elejé, még nem látszanak. Ott van a határ. Ott a határkő. Ott van a határ. De addig most nem is tudunk elmenni, mert nincs tovább út.